Tolna Misi Futsal Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetségnek köszönhetően új csarnokkal gazdagodik. Ez a támogatás hatalmas elismerés az egyesület számára, mondja az elnök helyettes. Valóban igaz a hír, és óriási esélyünk van, hogy tornán egy futsal csarnok épüljön meg. Egy másfél éves előkészítés előzte meg ezt a projektet. Tavaly május-júniusban volt egy beszélgetésünk a Magyar Labdarúgó Szövetség akkori futsal szakágvezetőjével, és ott vetődött fel, hogy az MLS a pályaépítési programján belül futsalcsarnok építését fogja támogatni a jövőben. A választás nem véletlen esett a tolnaiakra, a beruházást a klub a több évtizedes kiemelkedő munkájáért és eredményeiért kapta. A csapat országos bajnoki címekkel büszkélkedik, több korosztályos és felnőtt válogatott játékost is kinevelt, mondja Simon Ferenc. Országosan elismert a itteni futsalsportélet. Nyilván elsősorban a hölgyeken keresztül, hiszen 2004 óta szereplünk egyedülállóként az első osztályú bajnokságban, de a férfi futsalunk is egyre ismertebbé vált, és ugye a dél-dunántúli régióban talán mi vagyunk a legkiemelkedőbb olyan sportszeret, aki a futsalra komolyan foglalkozik, komoly tömegbázissal. Volt, amikor több mint 150 sportolónk volt itt. Az egyesület már tervezi az építkezés ütemezését. A folyamat nem lesz egyszerű, sok munka és feladat vár a klubra a létesítmény elkészültéig. A legjobb elképzelés, a legjobb forgatókönyv az lenne, hogyha jövő év elején el tudnánk kezdeni az építkezést, és abban az esetben, ha források folyamatosan rendelkezésre állnak, akkor van esély arra, hogy talán jövő év végén a csarnok használható is lesz. De még egyszer hangsúlyozom, hogy rengeteg munka előzi meg azt, hogy ez valóban így valósuljon meg. Az épülethez már látványtervek is készültek. A komplexum abszolút új, modern és 21. századi lesz. A hazai és ide látogató vendégjátékosok és szurkolók kitűnő körülményekre számíthatnak. Az épület meg fog felelni egy első osztályi futsal mérkőzés lebonyításának a feltételeivel. Megfelel az MLS ingatlan szabályzatában kialakított elvárásoknak. Ez egy szabvány futballpályát fog tartalmazni, parkettaborítással 20-40-es méretben. Lesz egy 200 fős lelátó a csarnokban, illetve a kiszolgáló létesítmény, öltözők és egyéb olyan berendezések, ami szükséges a csarnok működtetéséhez. A létesítmény a Tolnai Városi Sportpályán fog épülni, a Tolna VFC labdarúgó sportegyesület öltözője és lelátója melletti füves területen. Az, hogy itt valósult meg, nyilván kellett helyet találnunk ahhoz, hogy egy ilyen létesítmény megépüljön, és a lehető legjobb feltételek mellett tudjuk ezt megépíteni. Az, hogy milyen módon és hogyan tudunk ingatlanhoz jutni, elsőként már az önkormányzat jutott eszünkbe, és kézenfekvő volt ez a helyszín, hiszen itt már egy működő sportlétesítmény van, amit ragyogóan kiegészíthet egy ilyen futsalcsarnok, és nem csak a Futsal Sportegyesület, hanem az itteni Nagypás Labdarúgó Sportegyesület tevékenységét is szolgálhatja. A helyszín teljes körű közműellátással rendelkezik, amire már csak rá kell csatlakozni az építés során. A Futsal Egyesület a Tolnai Önkormányzattal is egyeztetett. Ez az kellett, hogy az önkormányzat ezt a ingatlant biztosítsa részünkre, és ezt sikerült elérnünk. Hosszabb egyeztetés és többfordulós megbeszélés volt a önkormányzat képviselőivel. Ez év január közepén született meg a döntés, és feltételesen ugyan, de jóvá hagyták, hogy térítésmentesen megkapja az egyesület ezt az ingatlant. A feltétel az volt, hogy a támogatási igazolás erre vonatkozóan, tehát érvényes pályázatunk legyen, ezt az MLS kiadja, és ez megtörtént most szeptember 25-én. Simon Ferenc elmondása szerint a projekt fő célja az utánpótlás korosztályú gyermekek bevonzása. Abban bíznak, hogy ez a csarnok vonzó lesz a fiatalok számára, és a számítógép elől kimozdulva napi 1-2 órát futsalra töltenek el. További kitűzésük a lány utánpótlás korosztály mellett a fiú szakák fellendítése is. A beruházás költsége 650 millió forint, melyhez 460 millió forint TAO támogatásból, 190 millió forint szponzori támogatásból érkezik. A program kapcsán helyi támogatók segítségére is számítanak.